komoly szervezeti átalakuláson esnek át a megyei kézilabda szövetségek, hiszen nyártól igazgatóságként funkcionálnak majd. A szervezet élén ez változással is jár, hiszen új elnökség áll fel, az igazgatói feladatokat pedig Járdi Ádám látja majd el. Mikor és hogyan jött ez a tiszteletteljes felkérés, hogy a megyei kézilabda szövetség elnökének válasszák meg? Körülbelül egy évvel ezelőtt kerestek meg egyesületek, azzal a gondolata, hogy bennem látják a lehetőséget az elnöki tisztségre. Megmondom őszintén, elsőre meglepett a megkeresés, és ekkor még nem éreztem magamba a belső ambíciót, hogy elinduljak az elnökválasztáson. És ahogy teltek múltak a hónapok, egyre több megkeresés érkezett irányomba, és januárban döntöttem el, hogy elindulok a Megyei Kézilabda Szövetség tisztségéért. Milyennek érzi most a megyei kézilabda helyzetét alapvetően? Alapvetően ugye én 6 éve dolgozok a Megyei Kézilabda Szövetségnél, tehát van rálátásom arra, hogy mik a pozitívumok és mik a negatívumok. Az elnöki programomban is igazából ezekre a dolgokra próbáltam fókuszálni, hogy mik azok a feladatok, amiket már azonnal meg kell, és mik azok, amit hosszú távon szeretnék fejleszteni. Mi az, ami akkor rövid időn belül várható, illetve ami az első tervek közt van? Az első tervek között igazából ugye átalakul a megyei szövetségek, a megyei kézilabda szövetségek, megyei igazgatóságot alakítanak ki, tehát ez egy merőben új forma lesz, és bízunk benne, hogy ez zökkenőmentesen meg tudjuk valósítani. Ugye a KNK-s személyében volt egy NB1-es csapata a megyének a női vonalon ebben az évben. Hogy látja a jövőben, milyen esélyei vannak erre Bács megyének? Úgy gondolom, hogy nagyon több egyesületnél is évek óta megfelelő munka zajlik, és azért dolgoznak, hogy magasabb osztályban szerepeljenek. Ugye egy megyei kézilabda szövetség életében nem csak arról van szó, hogy első osztályú kluboknak az érdekeit képviselje, de ettől függetlenül bízunk benne, hogy jövő ilyenkor arról tudunk beszélni, hogy ismét van Bács-Kiskun megyének első osztályú csapata, akár női, akár férfi vonalon, de megemlíthetem itt, hogy igazából, hogy inkább azt mondom, hogy jövő évben minél több csapat versenyezzen Bács-Kiskun megyében. A következő egy évben az elnökség alatt mivel lenne elégedett, illetve mik azok a fő feladatok, amiknek mindenképpen örülne, hogyha mondjuk egy év múlva visszatekintve megvalósulnának? Én kaptam most egy bizalmat a megyei kluboktól. Bízom benne, hogy ennek a bizalomnak teljes mértékben meg tudok felelni, illetve amit már említettem, hogy a megyei igazgatóságok átalakítását zökkenőmentesen le tudjuk menedzselni. Ha tetszett a videó, iratkozz fel és lájkold Facebook oldalunkat!